Addig kell kérdezősködnöm, amíg nem találok valakit, akinek megvan a teljes könyv. Valahol csak felbukkan. Anna lehunyta a szemét, de nem tudott elaludni. Egyre az elvarázsolt erdő járt az eszében. Azon töprengett, vajon mit mondhatott nagymama Valdemárnak. Próbált valami egészen különleges dolgot kitalálni, de nem jutott semmire. Amikor Anna másnap iskolába ment, az elvarázsolt erdő ott lapult a táskájában. Megmutatta a könyvet az összes osztálytársának, de senki nem olvasta. Azt azonban mindenki tudni akarta, mi lehet az a csodálatos dolog. Vajon Valdemár a Holdra utazik? Vagy megnyeri a lottót? Miniszterelnök lesz belőle? Esetleg a világ legjobb focistája? Vagy egyszerűen csak boldog lesz? Hatalmas rejtéllyel álltak szemben. Annának ekkor támadt egy ötlete. Talán sikerül elérnie, hogy az iskola beszerezze az elvarázsolt erdőt. Anna tanító bácsia is nagyon szeretett olvasni. Az elvarázsolt erdő, mondta, és izgatottan dörzsölgette a kezeit. Nagyon érdekesen hangzik. Anna elmondta a tanító bácsinak, hogy az ő könyvéből hiányzott az utolsó oldal. A tanító bácsi erre még izgatottabb lett. Muszáj megszereznünk azt a könyvet. Meg kell tudnunk, hogy mit mondott a nagymama Valdemárnak. De a tanító bácsinak nem sikerült megszereznie az elvarázsolt erdőt. A könyvtárban nem volt több példány belőle, és a város egyetlen könyvesboltjában sem árulták a könyvet. Annának ekkor újabb ötlete támadt. Bevonta az egész osztályt. Körbejárták a város könyvesboltjait, és mindegyikbe bementek szépen, sorban, egyenként. Mindenki azt mondta, hogy szeretné megvenni az elvarázsolt erdőt, és mindenki úgy tett, mintha szörnyen csalódott lenne, amikor kiderült, hogy a boltnak nincsen meg a könyv. Amikor Anna bement az utolsó könyvesboltba, már olyan fáradt volt, hogy szuszogni is alig bírt. Az egész várost bejártam érte, motyogta. De sehol nem árulják. Az elvarázsolt erdőre gondolsz? Kérdezte a pult mögött álló hölgy. Igen, felelte Anna, és igyekezett meglepetnek látszani. Honnan tudja? Mindenki azt keresi, mondta a hölgy. Különleges könyv lehet. Igen, felelte Anna lelkesen. A legkülönlegesebb könyv a világon. Nem tudják megszerezni? A hölgy elgondolkodott. De rendelhetek belőle néhány példányt. Szuper, mondta Anna. Szerintem ezt a könyvet a világon mindenki el akarja olvasni. A hölgy gyanakvó tekintetet vetett rá. A világon mindenki? Hát, talán nem a világon mindenki, felelte Anna, de az én iskolámban biztosan. A következő napokban a város összes könyvesboltja megrendelte az elvarázsolt erdőt. Az iskola 25 példányt vásárolt belőle, és Anna osztályában hangosan felolvasták irodalomórán a könyvet. De egyik kötetben sem szerepelt, hogy mit mondott Valdemár nagymamája. Anna ekkor rájött, hogy az író nem akarta elárulni. De miért nem? Anna feltétlenül meg akarta tudni, hogyan végződik a történet. Beszélni kell tehát azzal, aki a könyvet írta. Anna minden könyvesboltban kérdezősködött, de senki nem hallott erről a bizonyos Valdemár Zeyer nevű íróról. Végül megkérdezte Monzen nénit. Monzen néni megrázta a fejét és rákacsintott Annára. Ez bizonyára álnév? Az mit jelent? Kérdezte Anna. Az írók akkor használnak álnevet, amikor nem akarják, hogy az olvasók megtudják igazából, hogy hívják őket.
Anna megvakarta a fejét. Roppant rejtélyes volt az egész ügy. Ezek szerint már sohasem fogom megtudni, mi volt az a csodálatos dolog. Ha csak, kérdezte Monzen néni. Ha csak rá nem jövök magamtól. Mert reméltem, hogy pontosan ezt mondod majd. Felelte Monzen néni. Aznap este Anna egyre csak töprengett. Vajon mi az, amit Valdemár átél majd élete során? Hiszen ezer meg ezer csodálatos dologban lehet része. Képtelenség kitalálni a helyes választ. Másnap Anna azt javasolta az osztálynak, hogy mindenki találja ki a maga befejezését az elvarázsolt erdőhöz. Mindenki megírhatja, hogy mit szeretne mindennél jobban átélni. A tanító bácsi úgy vélte, ez kiváló ötlet. Magam is gondolhattam volna erre, mondta. Igaz, felelte Anna, de mégis én találtam ki. Nos, akkor lássunk is hozzá, mondta a tanító bácsi, így hát hozzáláttak. És akkor egy csomó minden történt. Az iskolában most már a többi osztály is meg akarta írni a maga befejezését a történethez. És lassan, de biztosan beszélni kezdtek az elvarázsolt erdőről. Eleinte csak abban a városban, ahol Anna lakott. Aztán az egész országban. Az elvarázsolt erdő országszerte a legnépszerűbb könyvé vált. Aki csak tudott olvasni, elolvasta. A könyvesboltokban ott állt a könyv nagy kupacokban. Ezernyi javaslat született arra, hogy mi lehet az a csodálatos dolog, amit Valdemár átél majd élete során. De senki nem tudta, mi az igazi megoldás. És azt sem tudta senki, hogy valójában kiírta a könyvet. Még azok sem, akik nyomtatták. Ők sem találkoztak vele. A nő, aki átadta nekik a könyvet, azt mondta, az írót Valdemár Zeljernek hívják. Valójában azonban más volt a neve. De a nő megígérte az írónak, hogy nem árulja el az igazi nevét. Úgyhogy csak találgatni lehetett. Az újságok felkeresték az ország legismertebb íróit, de egyikük sem volt az elvarázsolt erdő szerzője. Noha sokan közülük azt mondták, bár csak ők írták volna a könyvet, ugyanis még soha egyetlen történetről sem hallottak, ami ilyen sok olvasót foglalkoztatott volna. Mindenki olyan kíváncsi volt, hogy Annának lelkiismeret furdalása támadt. Az én hibám, gondolta. Én kezdtem elnyomozni az elvarázsolt erdő után. És rávettem az összes osztálytársamat, hogy írják meg a befejezést. Most pedig a világon mindenki azon morfondírozik, vajon mit mondott Valdemár nagymamája. Tennem kell valamit, gondolta Anna. És itt már csak egyetlen ember segíthet. Anna tehát elrohant a könyvtárba. Monzen néni, mondta, meg kell találnom Valdemár Zeljert. Csak is ő tudja, hogy mit mondott a nagymama. Igen, felelte Monzen néni. Igazad van. És egyetlen ember tudja, hogy hol találom meg őt. Tényleg? Mondta Monzen néni. Igen, és én rájöttem, hogy ki. Te, Monzen néni. Miből gondolod? Monzen néni igyekezett meglepetnek látszani, de ez nem igen jött össze neki. Rám kacsintottál, amikor megkérdeztem, hogy tudod-e ki az író, mondta Anna. Monzen néni elgondolkodott. Nem is vagy te olyan buta, mint amilyennek látszol, mondta. Anna rákacsintott. Miért butának látszom? Monzen néni visszakacsintott. Gyere, mondta. Menjünk be az irodámba.
Monzen néni irodája nagyon zsúfolt volt. Anna még sosem látott ennyi könyvet egyetlen szobában. Ezek itt olyan könyvek, amiket senki nem akar kikölcsönözni, magyarázta Monzen néni. Pedig van közöttük néhány egészen kiváló történet is. Igyekeztem megőrizni őket, de több már nem fér el a szobámban. Már csak te, meg a hozzád hasonló olvasók segíthetnek nekem. Azt hiszem, rájöttem, mondta Anna. Te vagy Valdemár Zier. Monzen néni meglepetten nézett Annára, aztán nevetni kezdett. Nem, rázta meg a fejét. De ismered őt, mondta Anna. Lehetséges, felelte Monzen néni. Egyedül te tudod, hogy kicsoda Valdemár Zier? Igen, felelte Monzen néni. És persze ő maga. De megígértem neki, hogy nem árulom el a nevét senkinek. Akkor hát sosem tudhatom meg. Talán mégis volna rá mód, felelte lassan Monzen néni. Akkor, ha ő szeretne megismerni téged. Ő viszont csak akkor szeretne, tudom, mondta Anna, csak akkor szeretne megismerni engem, ha rájövök, mi a helyes befejezés. Monzen néni rákacsintott. Anna, te pont olyan okos vagy, amilyennek látszol. Aznap éjszaka Anna nem tudott elaludni. Folyton az elvarázsolt erdőre gondolt, és arra a csodálatos dologra, amit Valdemár átél majd élete során. Nem tudhatja, mi az, hiszen még nem olvasta el a történet végét. Na hát, velem is pontosan ez a helyzet. Jött rá Anna hirtelen. Nem tudom, mit hoz a holnap, mert azt még nem éltem meg. Anna az ablakra nézett. Odakint derengett a hajnal. Új nap virradt. Holnap leszek 10 éves, gondolta Anna. Félek tőle. De hogyan félhetek valamitől, amiről semmit nem tudok? Nem. Nem akarok erre gondolni. Az elvarázsolt erdőre akarok gondolni. Anna kikászálódott az ágyból, és elővette egy üres papírlapot. Aztán leült az íróasztalhoz, és bámulni kezdte a lapot. Először nem látott semmit. Néhány perc elteltével azonban látni kezdett. Olyasmit látott, amit azelőtt még soha. Csodálatos dolgokat, amik megtörténhetnek Valdemárral az elvarázsolt erdőben. Csodálatos dolgokat, amik vele is megtörténhetnek. A papírlap mintha életre kelt volna az asztalon. Mágnesként vonzotta magához Annát. Anna orra a lapot súrolta, lehunyta a szemét, és hosszasan elgondolkodott. Nem a fa leveleken, melyek összezsugorodnak, elszáradnak és szétporladnak, hanem azon, hogy mi minden vár rá. Nem is félek már attól, hogy 10 éves leszek, gondolta. Inkább örülök neki. Felállt. Most már tudom, mondta végül hangosan. Most már tudom, hogyan fejeződik be a könyv. Anna már nyitáskor ott volt a könyvtárban. Odaszaladt Monzen nénihez, aki a helyén ült. Mennyi idős vagy, Monzen néni? Kérdezte. Monzen néni kicsit csodálkozva nézett Annára. Jövő héten leszek 50 éves, felelte. És félsz? Miért félnék? Mert megöregszel? Monzen néni megrázta a fejét. Nem, inkább izgatott vagyok. Anna bólintott. Azért, mert nem tudod, hogy mi vár rád, ugye? Pontosan. Ezzel én is így vagyok. És te hány éves vagy? Holnap leszek 10 éves. Nem félsz tőle, Anna? Nem félhetek valamitől, amiről nem tudom, hogy micsoda, nem igaz? De,
Igazad van, felelte Monzen néni. Én is elég izgatott vagyok, mondta Anna. Elővett a táskájából egy borítékot, és odaadta Monzen néninek. Átadnád ezt Valdemar Zeljernek? Az elvarázsolt erdő befejezése? Azt hiszem, felelte Anna. Visszajövök holnap. Arra semmi szükség, mondta Monzen néni. Már most odaadhatom neki a leveledet. Itt várj. Eltartott egy ideig, amíg Monzen néni visszajött. De amikor visszajött, mosolygott. Gyere velem, mondta. Szeretne találkozni veled. Anna megremegett. Elindult Monzen néni után a könyvtár belsejébe. Odakintról a könyvtár nem tűnt ilyen hatalmasnak, de most, amint teremről teremre haladtak, Anna úgy érezte, mintha hosszú kilométereket tettek volna meg. Végül Monzen néni elindult lefelé egy hosszú lépcsősoron. Anna a nyomában. Elég sötét volt, de Anna nem félt a sötétben. Itt volnánk, suttogta Monzen néni. Anna hallotta a hangján, hogy mosolyog. Monzen néni bekopogott egy ajtón. Itt vagyunk. Szabad! Kiáltotta egy vékonyka hang, és a szobából hatalmas tüsszentés hallatszott. Monzen néni kinyitotta az ajtót, és betolta Annát a szobába. Aztán becsukta az ajtót, és elment. Bocsánat, hogy tüsszentettem, mondta Milton Berg. Hát ő az. Milton Berg Valdemar Zeljer. A kezében tartotta Anna papírját. Az arca csupa ránc volt. Mégsem tűnt öregnek. Inkább csak úgy tűnt, mintha sokat élt volna. Igazad van, szólalt meg. Így végződik a történet. És visszaadta Annának a papírlapot. Anna a lapra pillantott, hiszen tudta, hogy ennek így kell lennie. Pontosan így. Pontosan így. Honnan tudtad, hogy ez a megfelelő befejezés? Kérdezte Milton Berg. Onnan, hogy nem tudjuk, mi történik a jövőben, felelte Anna. Milton Berg bólintott. Igen, mondta. Ugyanis minden lehetséges, fejezte be a mondatot Anna. És szerintem ez így van rendjén. Szerintem is, bólintott Milton Berg, és tüsszentett. Bocsánat, hogy nem kell bocsánatot kérned, amiért tüsszögsz, mondta Anna. Szerintem ez illik hozzád. Az, hogy tüsszögök? Igen. Miért? Fogalmam sincs, felelte Anna. Gondoltál már arra, hogy újabb könyveket írj? Nem is tudom. Talán. Milton Berg egy pillanatra elhallgatott. Talán írhatnánk közösen egy könyvet. Mi ketten? Igen. Nem is tudom. De én tudom, mondta Milton Berg. Azt is tudom, mi lesz a címe. Mi lesz a címe? A kislány, aki meg akarta menteni a könyveket. Ez lesz a címe. Megpróbálhatnánk mi ketten. Volna kedved hozzá? Igen, felelte Anna, nagyon is volna kedvem hozzá. És szerinted miről szól majd? Anna egy pillanatra elgondolkodott. Fogalmam sincs, csak azt tudom, hogy valami csodálatos dologról. Azzal ő is tüsszentett egyet. Nem tudta, hogy ez most álom, vagy valóság.
De mindenképpen igaza volt.